Szeretettel köszöntök mindenkit, én András vagyok, LibreOffice fejlesztő, és hát az előadás címe az csak annyi, hogy LibreOffice, mert amikor felkértek ennek az előadásnak a megtartására, akkor csak abban voltam biztos, hogy a LibreOffice-ról fogok valamit mondani, hiszen másról nem is nagyon tudnék egy szabad szoftver konferencián előadni, mivel... Az elmúlt két évben nyakorlatilag kizárólag LibreOffice fejlesztéssel foglalkoztam. Tavaly is volt egy hasonló című előadás. Most hát nyilván azt nem megismételni óhajtom, hanem inkább az elmúlt év történéseire helyezni a hangsúlyt, és bemutatni azokat az újdonságokat és terveket, amik így várnak ránk a jövőben. Tehát először is egy kicsit uh, valahogy el kéne helyeznünk ezt a LibreOffice-t a, a világban, hogy tulajdonképpen mi ez, és uh, kinek fejlesztjük, meg minek fejlesztjük, mert uh, ugye hallani olyan kritikus hangokat, hogy ez az egész tulajdonképpen értelmetlen. Ugye, tehát a LibreOffice egy... Uh, desktop alkalmazás, egy desktop irodai programcsomag, egy szövegszerkesztő, táblázatkezelő, bemutatókészítő, stb. stb. Ugye még a hozzá tartozó egyéb alkalmazások. Ez egy viszonylag régóta fejlesztett termék, nagy része C++-ban van írva, több platformon fut, windows Linuxon, Linux-on, Macintoson, BSD-n sorolhatnám, de lényegében ugye ez egy helyben a számítógépen futó alkalmazás. Míg ugye manapság egyre divatosabb az, hogy nem a desktopon fussanak az alkalmazások, hanem fussanak szerveren, legyen minden a felhőben, az adataink a felhőben vannak, a gépünk az tulajdonképpen csak egy vékony kliens, amin egy böngésző fut, és akkor ebben a böngészőben futnának ezek a webalkalmazások tulajdonképpen akkor miért is nem adjuk föl, miért is nem írjuk újra az egészet mondjuk JavaScript-ben, és ö, akkor itt lenne egy ilyen korszerű ö, felhős megoldásunk. Hát ennek tulajdonképpen az a, az oka, hogy ö, hát szerény számítások szerint ugye a LibreOffice kódbázisát 26 éve fejlesztik, a 8 millió kódsorból áll, ez az Oklok nevű ilyen statisztikai oldal szerint 4046 ember évnyi munkát jelent. Tehát nem valószínű, hogy ha valaki megpróbálná nulláról újra implementálni ezt a terméket, akkor ez belátható időn belül sikerülne neki. Azok a versenytársak, vagy hát nem tudom, hasonló megoldások, amik egy cloudban futnak, például Google Docs, az így funkcionalitásban még messze nem érik el ennek a desktop alkalmazásnak a színvonalát. És arról nem is beszélve, hogy eleve az egész webes platform súlyos kihívásokkal küzd. És sem a html sem a, JavaScriptet JavaScript-et nem alkalmazás fejlesztésre találták ki, hanem ugye ilyen weboldalak megjelenítésére, meg scriptelésére is persze. Azóta ez folyamatosan fejlődik és küzdenek azon, de például még a HTML öt megjelenése után sem ö, triviális, rendes layoutot csinálni weboldalon, vagy rendes user interface elemeket, amik úgy működnek, mint ahogy a desktop alkalmazásban megszoktuk. A másik szempont, hogy ö, én is, meg gondolom az előadó társaim többsége is, ugye a prezentációját nem a cloudból futtatja, hanem a saját számítógépéről, gépéről egy a merev lemezen rajta van. És vajon miért tesz így a legtöbb ember, még az is, aki esetleg cloud témában ad elő? Hát azért, mert azt szeretnénk, hogy az előadásunk itt és most működjön és eljusson a közönséghez, és nem óhajtunk olyan ma még jelenlevő technikai problémákkal kínlódni, hogy elmegy a wifi, vagy nem kap a gépünk email, IP címet, vagy hát bármi egyéb olyan technikai probléma felmerül, amit nem áll hatalmunkban megoldani. Tehát a helyben adattárolásnak és a desktopon dolgozásnak még ma van létjogosultsága, és valószínűleg lesz is. A libreoffice olyan környezetekbe szálljuk, ahol ez, a, ez a, az elképzelés Érvényesül, vagy ezt, ezt fontosnak tartják. Például kormányzatok, önkormányzatok, vállalatok általában nem szeretik, hogyha az adataik a falakon kívül kerülnek. Ők szeretnek helyben me megoldani, nem bíznak meg távoli szolgáltatókban. Ugyanúgy mondjuk iskolákban, szoktatásban a LibreOffice kiválóan alkalmas szövegszerkesztés, táblázatkezelés egyebeknek a megtanítására de egy iskola sávszélessége az általában nem teszi lehetővé azt, hogy egy Cloud Office-t futtassanak. Tehát meg, meg, kell találnunk azt a piaci szegmenst, ahol a LibreOffice sikeres lehet. Ez nyilván nem a tabletnyomogató fiatalok ö, piaci csoportja lesz, hanem valami más, de ez nem is fontos az, hogy mindenhol LibreOffice-t használjunk elég, hogyha ott csak ott, használ, ott ö, sikerül elterjedni, ahol, ö, ahova igazán való, és ez el tartani egy fejlesztői közösséget, és akkor ez a fejlesztői közösség akár így szép, fokozatosan ki tudja fejleszteni azokat a funkciókat, amikre szükség lehet. Amiket itt említettem, hogy ö, cloud és ö, mobil eszközök, ezek már mind léteznek. Ö, prototípus szintjén LibreOffice-hoz is. Tehát van egy webes, böngészőben futó verzió, prototípus, van egy androidos dokumentumnéző prototípus, van egy androidos prezentáció irányító alkalmazás, ami a telefonomon nyomkodom a gombokat és vált, váltja a szlájdokat. Van olyan alkalmazás is, ami lehetővé teszi a hálózaton keresztüli csoportmunkát, tehát egy ember vagy több ember szerkeszti azonos fájt, és akkor egy nyílt hálózati protokollon a két LibreOffice megtárgyalja egymással, hogy akkor most melyik cellát éppen kifissíti. Ez a táblázatkezelőben kezelőben működik egyelőre. Hát ezek szép fognak hát így termékké érni. Egyelőre még vannak gyermekbetegségeik, de hát ugye halljuk az idők szavát, és mozdulunk ebbe az irányba, de semmi forradalmi változásnak nem vagyunk hívei, hanem mind annak vagyunk hívei, hogy mindig egy működőképes megoldást tudjunk szállítani. A következő dolog, amiről beszélni akarok, az a szervezeti keretek, amiben a LibreOffice működik. Ugye tudjuk, hogy a LibreOffice az az OpenOffice ból jött létre, az OpenOffice Org pedig a StarOffice-ból. Volt egy másfél évtizedes Star division korszak, egy zárt forráskódú fejlesztés, utána egy évtized a Sun Microsystems alatt, utána egy-két év az Oracle alatt, és mind ennek ezeknek egy közös pontjuk volt, hogy egy vállalat, egy társaság határozta meg a terméknek a sorsát. Ez nem volt kedvező azoknak az embereknek, akik kívülről szerettek volna hozzájárulni ez a projekthez, és nem volt kedvező azoknak a vállalatoknak sem, akik ö, érdekeltek voltak ebben a forráskódban. Ezért ö, határozták el ö, néhányan még 2010-ben, hogy egy új szervezetet alapítanak, a Document Foundation-t, ami hát egy vállalatoktól független ö, alapítvány lenne, ami egy olyan jogi személyiség, ami összefogja a fejlesztést, de senkinek nincs kizárólagos hatalma benne. Ugye a megalapításkor ugye ezek voltak a legfontosabb szempontok, hogy függetlenség mindenkitől, viszont hát a totális demokrácia sem lenne megfelelő, hát nyilván annak legyen nagyobb szava, aki többet járul hozzá, többet dolgozik, tehát egy ilyen meritokratikus érdem szerint ö, ö, szavazati jogot ö, szerző tagsági formában gondolkoztak. És hát ö, az egésznek a lényege az lett volna, hogy ö, egy olyan szabad szoftveres szervezet jöjjön létre, ami az emberek szívesen csatlakoznak, a vállalatok szívesen csatlakoznak, senkinek nincs benne ö, túlsúlya, és akkor megvalósul egy ilyen ideális, szabad szoftveres projekt, ami még nem volt. Szóval nyilvánvaló, hogy kell egy szervezeti háttér, hogy lehessen hova utalni a, az adományokat, tudja ki, ki valaki fizetni a szerverek bérleti díját, meg szervezni a konferenciákat, míg hát ugye a, a megalakuláskor a Document Foundation az nem rendelkezett semmilyen jogi személyiséggel, csak egy Hát nem tudom, egy baráti társaság volt. És körülbelül egy évi gondolkoztak azon, hogy mi lenne a megfelelő szervezeti forma, és hol jegyeztessék be. És <coughs> hosszas egyeztetések és gondolkodások után előállt egy alapító okirat, amivel elkezdtek különböző ö, helyeken próbálkozni, hogy hol lehetne bejegyeztetni alapítványként a Document Foundation-t. a klasszikus alapítvány, az valahogy egész másképp néz ki. Ugye hogy van egy gazdag ember, vagy egy gazdag szervezet, kitalál magának egy nemes célt, amire szeretné, szeretne költeni, de mondjuk ő magának nincs meg ehhez az ideje, vagy szakértelme, és akkor fölkér embereket, tesz egy alapítványt, és fölkér embereket, hogy ezt a vagyont kezeljék. Ez a klasszikus alapítványi forma, hogy a német egyesülési törvény is ezt így ismeri el, mint ahogy a magyar is. Látható, hogy ebben a felállásban mondjuk tagságról nincsen szó, meg arról sincsen szó, hogy a kurátorokat a tagok válasszák, meg arról sincsen szó, hogy a tagfelvételnél milyen feltételnek kell megegyezni. Tehát az egész ez egy kicsit kilógott a, a törvényi keretek közül. És ez egy német ügyvéd, Mike Sinagl óriási érdeme volt, hogy ennek ellenére el tudta érni a berlini bíróságon, hogy ezt az alapítók iratot elfogadják és alapítványként bejegyezzék. Ugye azért van a szlájdon egy zsiráf, mert ugye van ez a vicc, hogy a bácsi elmegy az állatkertbe, és akkor meglátja a zsiráfot, és azt mondja, hogy ilyen állat nincs. És hát a Document Foundation is egy ilyesmi, egy ilyen, alap, ilyen alapítvány nincs, ez nem egy alapítvány. De hát mégis van, mert a bíróság bejegyezte, van egy jogerős határozat, és onnantól kezdve ilyen van. Nagyon német civil szervezetek nagyon ö, nagy lelkesedéssel ö, vették hírét ennek, és nagyon érdeklődnek, hogy hogy lehet ilyet csinálni, mert ez nagyon érdekli őket is. És milyen jó lett volna, ha tíz évvel ezelőtt mondjuk az FSFU alapítványt is egy... <kül> ilyen zseniális ügyvéd jegyezte volna be, akkor most nem lennének ilyen kognitív diszonanciák a FSF alapítvány tagsága vagy aktivistai köre körében, hogy most mi tulajdonképpen mik vagyunk. Mert hogy ugye jogilag ez nincsen körülbástyázva. És egy pár szó arról, hogy ami nagyon érdekli általában az embereket, újságírókat, és a felhasználókat is, különböző statisztikai adatok a projektről. Például, igen, gyakran megkérdezik, hogy hát hány felhasználótok van, hány fejlesztőtök van, és hát ezekre a kérdésekre elég nehéz válaszolni, de mégis muszáj. Mert nem lehet, nem lehet kibújni a válasz elől. Ugye van, a, van egy pár alapadatunk, amivel rendelkezünk. Ugye van egy forráskód, az van egy verziókezelő rendszerben, ugye ott minden naplózódik, hogy ki mit tesz be a kódba, vagy éppen mit veszel belőle, ugye az is hozzájárulásnak számít. Van egy wiki oldalunk, aminek a szerkesztőit úgy, ahogy nyilván tartjuk, ugye ott persze álnéven is lehet dolgozni, de ugye sokan megadják a teljes nevüket. Van egy fordítói szerverünk, ahol a fordítók dolgoznak, már aki ott dolgozik, mert valaki offline fordít, akkor őróluk kevesebbet tudunk. Illetőleg a felhasználó számot hát valamiből, mondjuk a letöltésekből lehetne becsülni. Most felvetítenék néhány grafikont, amit a berlini LibreOffice konferencián is felvetítettek, hogy egy kicsit elemezzük, hogy hogy is állunk meg, mit lehet ezekből a nyers adatokból levonni. Az első az az, hogy az összes hozzájárulót egybe vesszük, ugye a sötét-zöld azok a kód hozzájárulók, a világos-zöld pedig a wikihez hozzájárulók. Azért adjuk őket össze, mert az Apache Open Office is összeadta őket, és akkor így most egy összehasonlítható számot kapunk velük. Valójában ennek az összeadásnak nem sok értelme van és abban sem vagyok biztos, hogy össze lehet ezeket adni, hiszen nem biztos, hogy a, ugyanazon a néven járul hozzá valaki a kódhoz, mint a wikihez és akkor nem biztos, hogy megtalálták. De tulajdonképpen ez egy korrekt össze, korrekt grafikon, hogy havonta hány kód hozzájáruló és hány wiki hozzájáruló volt. De azt azért látjuk, hogy az elején, amikor indult 2010-ben a projekt, akkor azért nagyobb pörgés volt, utána egy kis visszaesés, utána hát most egy ilyen konstans szinten vagyunk így a havi hozzájárulók számának tekintetében. Igen ám, de egy laza mozdulattal ezeket az a havi eredményeket össze is adták, és akkor mindjárt látszik, hogy ilyen szépen növekszik fölfele a dolog. A sötét zöld, azok a régi hozzájárulók, és a tetején a világos zöld azok, akik abban a hónapban újonnan jöttek. Hát ugye ebből is azt tudom maximum értékelni, hogy Hát az elején sokan jöttek újonnan, aztán a végén kevesebben, de igazából nem tudjuk értelmezni, hogy mondjuk 2012 áprilisban miért többen, mint 2012 májusban. Az viszont egy kicsit csalóka, hogy a végén kijön egy 1600-as szám, vagy egy 1600-nál nagyobb szám, hogy ennyi hozzájárulónk lenne. Ugyanis ez biztos nem így van, mert van olyan ember is, aki mondjuk 2010-ben hozzájárult, és aztán elment, de őt azért beleszámolták itt 2012-ben is. És ez a probléma ezzel a következő ö, grafikonnal, ami a csak kódhoz hozzájárulókat mutatja, hogy ö, az látszik belőle, mintha 500 ember fejleszteni a LibreOffice-t, de valójában csak azt mondhatjuk, hogy van 500 különböző ember, aki valaha már valamit hozzátett a kóthoz. Azt, hogy jelen pillanatban mennyi van, az, az sokkal nehezebb kérdés, és sokkal nehezebb a, ezekből a e, commit logokból összegyűjteni. Minden esetre ez jól hangzik, ezt a sajtóanyagokban e, jól mutat, ez az 500-as szám, hogy elértük az 500-at, de azért ezt egy kis e, fenntartással kell kezelni. Akkor a fontos... Még ugye hogy a projekt az sokszínű, hogy nem egy vállalat uralja a fejlesztést, hanem hát többen. De itt is nehéz szintén, hogy mit számoljunk. Itt a komitokat számolják, tehát az egyedi változtatásokat a forráskódon. Igen, ám, de van, aki mondjuk 5 percenként komitol egyet, mindig amikor változtat egy sort, akkor gyorsan komitol, valaki meg hónapokig fejleszt valamit, és egyszer komitol egy nagyot. Ezt nem tudja ez a statisztika kimutatni. Hát ennek ellenére, feltételezve, hogy ezek a ilyen típusú emberek így egyenletesen oszlanak el a különböző csoportokban, azért az látszik, hogy körülbelül egynegyed független, egynegyed szuze, egynegyed redhet, és akkor a maradék egynegyeden osztozik mondjuk a régi Open Office-ból, jövő kód, illetőleg a többiek, akik föl vannak sorolva ezen a listán. A következő ábra azt mutatja, hogy melyik szervezetnek hány embere van. Ugye itt az ember szerint az látszik, hogy hát rengeteg-rengeteg független kódhozzájáruló van, és hát ugye a maradék negyeden osztoznak a vállalatok, illetve a régi open office, de hát itt ö, megint csak az embereket számoltuk meg, és nem azt, hogy ö, ezek az emberek mennyit ö, tettek hozzá. Tehát tipikusan a, az önkénteseknek a túlnyomó része az egyszer csinált ö, valamit, egyszer beküldött egy pecset, vagy kétszer-háromszor, és utána többet nem. Például volt egy hiba, amit ami őt zavarta, azt kijavította, és utána ezzel megelégedett. Tehát ö, borzasztó nehéz, olyan statisztikákat gyártani, ami, amiben nem veszik el a lényeg. Tehát, hogy valahogy meg, megraga, meg, megragadják a dolog bonyolultságát, mert a végén minden csak egy számra egyszerűsödik le, az pedig már nem sokat mond, akkor sem, hogyha jól hangzik. A következő ábrán a heti letöltéseket számolták össze, és aztán húztak egy szép piros trendvonalat, ami Ugye azt mutatná, hogy hát egyre többen töltik. De hogyha ránézünk ugye arra a grafikonra, amire ezt a piros vonalat illesztették, akkor azért úgy érezzük, hogy erre, nem, erre, talán nem kellett volna egy egyenest illeszteni. Tehát az stimmel, hogy akkor csúcsosodik ki általában a letöltési grafikon, amikor megjelenik egy fő verzió, akkor ugye rávetik magukat az emberek, különben meg úgy nagyjából konstans. Valamint Összeadni ezeket a vonalakat megint csak hát nem szerencsés, ugyanis nem egy verzióról beszélünk, hanem most nem adtam össze itt hirtelen, nem akarok most nagy hülyeséget mondani, de mondjuk hát legyen 16 kiadás biztos volt már a LibreOffice-ból, ilyen főverziók, meg kibajavító verziók, és nyilván aki használja, az akkor az mindegyiket letölti, de olyan ember is elképzelhető, aki csak egyszer egyet letölt, és utána többet nem éppen ezért megmondani azt, hogy hány felhasználónk van, az borzasztó nehéz. De hát természetesen hát mégis, neki szegezik az embernek a kérést, akkor valamit kell mondani. És akkor úgy okoskodtak, hogy hát vegyük azt, hogy van a bizonyos felmérések szerint, van a világon 30 millió Linux desktop, azon mind LibreOffice van. Ez, mert minden Linux distribúció LibreOffice-t szállít már. Ezen kívül kalkulálunk 20 millió letöltést, amit a letöltési statisztikákból szedtünk, és a többiek mondjuk 10 millióan újság cd, mellékletekről tették fel, vagy máshonnan szedték, olyan mirrorokról, amiket nem felügyelünk, vagy vállalati felhasználók, és akkor így azt mondjuk, hogy úgy becsüljük, hogy 60 millió felhasználónk van. Valójában nyilvánvaló, hogy pontosan megszámolni a felhasználókat nem lehet. Tehát van még hozzávet, mondjuk még az segíthet, hogy van egy automatikus frissítési szolgáltatásunk, és akkor nézzük, hogy hányan kérnek automatikus frissítést. De Linux alatt ez sem működik, mert Linux alatt a disztribúciók frissítenek, a vállalatoknál ki van kapcsolva az automatikus frissítés. Tehát tényleg eléggé sötétbe tapogatózunk, nem tudjuk azt megcsinálni, mint egy Microsoft Office, hogy összesíti, hogy hányan aktiválták az Office-t, és akkor ö, pontosan tudják, hogy hány felhasználójuk van, hogy hány legális felhasználó legalábbis. Mi, egy, egy szabad projektnél ezt tényleg csak becsülni lehet, és ezért különösebben összehasonlítgatni két szabad projektet egymással nem is értelmes. LibreOffice-nak a fő üzenete ugye a nyíltság lenne. Az egész Document foundation ezért találták ki, ne úgy legyen, mint az elmúlt évtizedekben, jöjjenek az új fejlesztők. Miért jöjjenek az új fejlesztők? Azért, mert egy ekkora kódbázist a jelenlegi fizetett gárdával karbantartani, továbbfejleszteni, azt nem lehet. Mindenképpen kell, hogy Jöjjenek az önkéntesek. Más nem mondjak, az összes lokalizáció, tehát a lefordítás angolról egyéb nyelvre, mind önkéntesek végzik, 119 vagy 115 nyelvre, de rengeteg önkéntes fejleszt feature-öket is, tehát új funkciókat, illetőleg javít hibákat, ír dokumentációt, és több kell, mert a, a, fizetett embereknek gyakorlatilag az ideje, idejének teljes része elmegy. Egyrészt az ilyen kötelező feladatokra, mint a kiadásoknak a megszervezése, lebonyolítása, másrészt pedig a fizetős ügyfelek hibáinak, hibáinak a javítása. Tehát új funkciók, azok, új funkciók fejlesztésére hiába az, azzal szeret mindenki legjobban foglalkozni, erre már ritkán marad idő. Az új fejlesztőket ö, Többféleképpen édesgetjük magunkhoz. Először is szeretettel fogadjuk őket, foglalkozunk velük. Európában négy globális esemény van. Most már ezt mondhatjuk, hogy ez, ez lesz a hagyomány, amire el lehet jönni, és lehet személyesen találkozni a fejlesztőktől, bekapcsolódni a fejlesztésben. Ugye Brüsszelben van egy FOSDEM konferencia, ahol van egy LibreOffice DevRoom, van egy libre éves LibreOffice konferencia idén Berlinben, volt a haj Párizsban, ezen kívül van egy hackfest, egy Hamburgban tavasszal és Münchenben ősszel. Ezeken általában olyan 30 ember szokott részt venni, újak, új és régi fejlesztők egyaránt, és itt nagyon könnyen föl lehet venni a ritmust, gyakorlatilag órák alatt egy programozó, kódban járatlan, de a LibreOffice kódjában járatlan ember eljut odáig, hogy meg tudja oldani az őt érdeklő problémákat. Külön weboldalon gyűjtjük azokat a belépő szintű feladatokat, amelyeket ezeknek a kezdő fejlesztőknek szánunk. Valamelyik tényleg annyira egyszerű, hogy minimális programozási ismeretekkel megoldható, Más esetleg egy kicsit bonyolultabb. Itt uh, ezen az easy hack oldalon téma és nehézség szerint uh, is <coughs> csoportosítva vannak a feladatok, úgyhogy innen lehet választani. Minden, minden uh, feladathoz tartozik egy mentor is, aki elvileg meg tudja mondani, hogy uh, melyik kód részletbe kell uh, belemenni. Sten, például egy ilyen easy hack volt, uh, az is, hogy a nem használt metódusokat töröljük ki a forráskódból, ugye ezek azok a programrészletek, amik lefordulnak, ott vannak, benne vannak a binárisokban, de nem hívja meg őket senki, és ezek nem jók, mert félrevezet, növelik a méretet, növelik a fordítási időt, felesleges őket elolvasni, a kódot olvasgatunk, mert úgy, úgy sincsenek használva, ezért ö, valaki írta erre egy kis Python scriptet, ami kielemzi, hogy mik ezek a nem használt ö, metódusok, és a közösség egy közös erővel gyakorlatilag már a nullára csökkentette a kezdetekhez képest én 5000 fölött levő nem használt metódusok számát. A másik ilyen viszonylag egyszerű feladat az a német kommentek írtása. Ugye ez egy német országban fe fe kezdték fejleszteni ezt a programot, és hát ez egy német piacra szánt termék volt sokáig. Hát a német programozók németül kommenteltek, és hát sajnos nem ilyen, nem olyan németséggel voltak ezek a kommentek megfogalmazva, hogy mondjuk egy Google Translate elboldoguljon velük. Tehát ö, elsősorban német anyanyelvű, és ezért a programozáshoz valamit konyító embereknek a segítségére volt szükség ahhoz, hogy ö, hát ezek... Tűnjenek el, mert nem ugye a fejlesztők többsége nem ért németül. Ugye most 50, 50 ezer sor fölött volt, és hát most ugye lementünk a felére, hát még mindig van mit írtani. Érdekes egyébként, hogy hon, honnan lett, hogy 50 ezer sor német komment volt a forráskódban, ezt hogy lehet megszámolni? Erre is a LibreOffice segítségét vettük igénybe. A kollégám Vajna Miklós írt egy kis Python scriptet, ami végigolvasta a LibreOffice forráskódját, és a LibreOffice által is felhasznált automatikus nyelvfelismerő algoritmust alkalmazta rájuk, és ahol ilyen német szótöredékeket észlelt a kommentben, ott azokat ugye megszámoltam. Ez meglepően jó hatékonysággal működik, ugye a Writerben is ez a helyesírás, automatikus nyelvfelismerés ez, ez alapján, az algoritmus alapján működik. Jelenleg aktuális téma ez a widget átalakítás. Ugye a LibreOffice-nak egy saját widget van, nem GTK, nem QT, egy saját, amit hát egy fix koordinátákkal dolgozott és ebből, ebből, kifolyólag hát mindent olyan szellősre vettek, hogyha mondjuk németül háromszor akkora lesz egy szó, ugye ez tipikus, hogy ilyen sokszorosan összetett szavaik vannak, meg általában a német szöveg sokkal hosszabb, mint az angol, akkor az is kiférjen. És még így se fért ki minden, úgyhogy rendszeres probléma volt, hogy hát akkor tologassuk ezeket a widgeteket, ami gyakorlatilag abból állt, hogy a fix koordinátákat át kellett írni a forráskódban. És ez változott meg arra, hogy egy XML alapú fájleírás született, a GTK Glade össze egy megrajzolt párbeszédpanelekre térünk át folyamatosan, és ezeknek a, a az menedzselt, tehát mindig akkorára híznak a koordinálták, ahhoz kell, hogy a szöveg beleférjen, hát plusz ö, ugye ezeket a térközöket tartja. És látszik, hogy egy ilyen ö, hát képernyő, pazarló, párbeszéd panelből hát lett egy ilyen szép kis kompakt, és hogyha mondjuk ez németül vagy franciául hosszabbak ezek a szövegek, akkor, akkor mondjuk azon a nyelven egy kicsit szélesebb lesz. Úgyhogy ez az aktuális ö, probléma most, hogy azt a több száz vagy ezer párbeszédpanelt átalakítani erről a régi formátumról az újra, ez most egy érdekes easy hack. Vagy hát, ha nem is érdekes, de legalább könnyen meg lehet tanulni, és nagy segítség, hogyha valaki mondjuk egy délután rászáll, és ezt megtanulja, és utána elkezdi átalakítgatni, és mit tudom én, egy hét alatt átalakít hármat, négyet, és mondjuk van húsz ilyen ember, akkor meg vagyunk ezzel az egész problémával egy pár hét alatt, míg ha mondjuk annak a fejlesztőnek kell ezt elvégezni, aki ezt kitalálta, az nem annyira jó, mert ő foglalkozhatna mással is, ami nehezebb és inkább neki való. Sajnos azt látjuk, hogy vannak olyan emberek, akik ilyen gyakorlott, tapasztalt, fejlesztő létükre, nem tudom, 20 éve dolgozik a LibreOffice forráskódon, is, mind easy old meg. Nekik jobb lenne, hogyha inkább <laughs> olyan problémákon gondolkoznának, amiket más nem tud megoldani, és a közösség besegítene. Na most az előadás utolsó szakaszában, hát egy pár újdonságot felvetítenék, ugye most kiadáshoz közeledünk, 4.0-as LibreOffice fog megjelenni februárban, de hát a béták azok már elkezdtek, talán a béta 1 az azt hiszem tegnap jelent meg, de majd holnap lesz bejelentve, vagy valami ilyesmi. De hát ugye abban már gyakorlatilag a feature azok, az új funkciók benne vannak, csak még esetleg nem annyira kiérleltek. Sok új, sok új, dolgot tettek bele a négyes LibreOffice-ba, egy pár olyat, és amit nem értek, hogy micsoda, hogy túl technikai, és nem akarom elmondani. Úgyhogy csak azt fogom elmondani, ami szerintem érdekes és jó pofa, meg látványos. Volt egy olyan elképzelés, ugye Open Document Formátum, ez egy nyílt fájlformátum, azt nagyon szeretjük nemzetközi szabvány, meg minden, és hogy mindenki abba tartsa az adatait, mert hogy, hogy, akkor azt mindig el fogja tudni olvasni ezer év múlva is, mert ugye ez a szabványnak a lényege. Tehát ez a marketing szöveg a dolog mögött. Amit a fejlesztők ehhez hozzátesznek, az az, hogy ha vannak régi fájl, régi fájlformátumokban formátumokban fájaink, akkor segítsük, hogy ezt átkonvertálhassuk open dokumentre az azzal kezdődött, hogy valaki írt egy writer, egy word perfect filtert, igen. Majdnem azt mondtam, hogy writer perfect, de az a library-nek a neve. Tehát egy word perfect filter, de word perfect az egy népszerű szövegszerkesztő volt, elsősorban Amerikában, nem tudom, hogy Magyarországon sokan használták-e, bár én ismertem olyan embert, aki csak azt szerette. Utána, hogy már ment a WordPerfect filter, akkor már megírta a WordPerfect Graphics Importer, tehát akkor már a, a, ebben a szövegszerkesztőbe beágyazott képeket is meg tudta jeleníteni. Utána rájött, hogy gyakorlatilag minden filtert ugyanígy kell megírni. Rájött, hogy hogy lehet így egy kaptafára gyárt, gyártani a filtereket. Következő áldozat az a Microsoft Visio fájlformátuma volt. A LibreOffice 3.5-re elérte, hogy a Microsoft vizió fájlokat be lehet olvasni dróba. Hát menteni nem lehet, de hát mindegy, mert ODT-be el lehet menteni, meg egy kicsit lehet szerkeszteni is őket. És ez a LibVizió könyvtár már eljutott oda, hogy az 1.0-as vizió fájhát, ami 1990-ben jelent meg, a vizió 2003-asig bezárólag, ami még meg sem jelent, 2013 elnézést, ami még meg sem jelent, majd 2013 első negyed évbe fog, egy XML alapú fájlformátum, ezeket mind kezeli. Tehát a LibreOffice az egyestől a 2013-as vizióig mindent meg tud nyitni. Ellentétben magával a vízióval, ami nyilvánvalóan csak ilyen egy-két verzióra visszamenőleg tudja ezt a dolgot megcsinálni, nagyon régi fájlformátumokkal nem foglalkoznak. Az általában, mint minden ilyen zárt forráskódú programra igaz, hogy hát nem vehető komolyan, ugye, hogyha nem minden verzióban nem változtatják meg a fájlformátumot. Minden verzióban megváltoztatják. De ezen a képen a következő filternek a az egyik példafájja szerepel, ez egy CorelDRAW fájl, egy térkép. Így néz ki CorelDRAW X6-ban, ami 16. Tehát CorelDRAW 16-ban így néz ki a fájl, és Ugyanez így néz ki LibreOffice Draw-ban. Sajnos elég lassan váltott a notebook, ezért nem látszott annyira, hogy ugyanaz. Tehát tökéletesen beimportálta a CorelDRAW-fájt. Ennek a filternek is, ö, ez a filter is eljutott már abba az állapotba, a, a 3 már volt egy kezdeti támogatása. A 4.0-as beállított oda, hogy az 1.0-as CorelDRAW-tól a 16-os CorelDRAW-ig az összes fájformátumot ismeri. A CorelDRAW sem tudja ezt a trükköt, ő is csak egy-két verzióval korábbra tud visszamenni. Ezt egyébként a fájformátum visszafejtése nem volt egyszerű egyáltalán. Ez ilyen reverse engineering módszerekkel történt, és azt kell tudni ezekről a filterekről, hogy azokat a, azok a példafájlok, -ok, amikkel mi rendelkezünk, azokat mind tökéletesen megnyitja, ez nem azt jelenti, hogy minden fájt megnyit. Tehát, ha valakinek van egy olyan CorelDRAW fájja, vagy Vizio fájja, amit nem nyit meg jól a LibreOffice, akkor az minket nagyon érdekel, mert akkor ezzel a filter tovább tudnánk fejleszteni. Sajnos sok olyan apró trükk van a fájlformátumokban amíg de nem, nem, értett minden részletében, tehát valamit úgy csinálunk, mert így működik az összes példafájlra, de nem értjük, hogy miért csináljuk úgy. Lehet, hogy esetleg egy másik fájlnál ez megvilágosodna, és akkor egy jobb importert kapnánk. Ugye az importerek sorát folytassuk. Ez a fájl a Microsoft Publisherben van megnyitva. Ugye ez a Microsoftnak egy ilyen kiadványszerkesztő programja, egyes office oknak része. És hát ott tartunk, hogy ezt is meg tudjuk már nyitni. Ugyanez a fájl itt van LibreOffice draw -ban. A Microsoft Publisher is egy bináris, zárt fájlformátumot alkalmaz, nincs kiadva a specifikáció, ezt is reverse engineering-el kellett visszafejteni. Egyébként nagy segítségünkre volt ebben egy Kanadában élő orosz hacker, Valek Filippov, aki hát, hobbi a fájlformátumok visszafejtése, de csak azzal hajlandó együtt dolgozni, akiről látja, hogy érdemes. És nagy szerencsénk, hogy a libreoffice t így megszerette, és látja, hogy mi igen jó hasznát vesszük az eszközeinek, úgyhogy <kül> Ő visszafejtette, megmondta nagyjából, hogy melyik bájt mit jelent, és ö, mi pedig megírtuk hozzá a filtert. De hát ezek csak az érdekességek, az emberek túlnyomó többséget mi érdekli. Megjelenik már jól a DocX a LibreOffice-ban. Hát, ugye ez is, haladunk folyamatosan ezen az úton. Itt ezen azt, a, azt a fejlesztés demonstrálja ez a screenshot, hogy újabban, már a szöveg tartományok kommentelését is helyesen importálja a LibreOffice docx-ből. Mellesleg érdekes mondani, ez az ODF-ben is már benne volt ez a feature, de nem tudta a LibreOffice, tehát a saját, hogy úgy mondjam natív dokumentum formátumában sem tudta volna a text range kommentjét beolvasni. A 4.0-asban ez is megy. Valakinek arra volt szüksége, hogy a DocX-ben ilyen firkálva lehet annotálni a dokumentumot, hogy ez jelenjen meg LibreOffice-ba egy fejlesztő, egy skót lány ezt is megoldotta, úgyhogy most már ez is működik. Általában ezeket a fejlesztéseket mindig a felhasználó igények hajtják előre, tehát nem arról van szó, hogy ugye kinyomtatjuk a 7000 oldal OpenXML specifikációt, és akkor oldalról oldalra ö, implementáljuk, hanem ha valakinek szüksége van valamire, akkor azt implementáljuk. Például senki nem gondolta volna, hogy ö, valakinek szüksége van arra, hogy ö, az RTF, natív RTF képleteket be tudjuk importálni. Azt se tudtuk, hogy ez a dolog a világon van, még nem egyszer jött egy dokumentum, amiben egy képlet se jelent meg, és akkor ezt is meg kellett oldani. Szerencsére a DocX-ben már. DocX importerben már ez megvolt, úgyhogy az RTF importer ö, megírása az már tudott erre a fejlesztésre támaszkodni. Tehát így fokozatosan haladunk előre, úgy, ahogy az igények diktálják. De hát nem feledkezünk el a felhasználói felület ö, csinosításáról sem. Ez egy egészen új fejlesztés, két hete született a Müncheni Hackfesten, hogy ö, ugye itt a leg, stílus ö, Legördülő listában a stílusok előnézete megjelenik, ugye nem csak a neve, ahogy korábban. Még egy ilyen, hát, hogy mondjam, ilyen látványos screen shot szerettem volna bemutatni, de a fejlesztő azt mondta tegnap este, hogy sajnos még nem működik, de már nagyon rajta van a dolgon. Ez pedig az, hogy a Firefox Persona, azt nem tudom, hogy ki ismeri, aki nem ismeri, itt egyesek nagyon bólogatnak. Szóval hogy a Firefox-ot azt így lehet így bőrözni, vagy skinezni, vagy nem tudom én, hogy akkor a, a menü sor, meg az eszköztár sorak a háttérében megjelenik valami kis háttérkép, és hogy a LibreOffice is fogja tudni használni a Firefox ami amiből több százezer, vagy millió, vagy nem tudom én mennyi van a Firefox weboldalán. Tulajdonképpen az, mit tudom én, egy 40-szer 500 pixeles kép, amit a háttérképénként berak, és az ember azt hinné, hogy ez egy hülyeség, de nem az, mert egy csomó ember oda van ezért, hogy akkor ő személye, személyessé tegye a firefox és most már ezt a LibreOffice-tal is meg fogja tudni csinálni. Végül, ami egy magyar fejlesztés, és egy nagyon-nagyon klassz dolog, a LibreLogo. 4.0-ás LibreOffice-ba sikerült benyomni a Logó túlbárt, egy, egy olyan kiegészítést, hogy logó nyelven programozva lehet ilyen látványos ábrákat létrehozni nagyon kevés kódolással. A logó az egyébként tananyag az általános iskolában, legalábbis én úgy hallottam, hogy sok helyen tanítják, én azt hiszem, hogy nem tanultam annak idején, de az már régen volt. De itt van ez az egysoros logó kód, ami ezt az ábrát létrehozza, és a libreoffice hun még további példák tekinthetők meg. Egészen fantasztikus dolgokat lehet létrehozni azzal, a, azzal együtt, hogy az oktatásban is egy új területre tud ezzel a LibreOffice betörni. Hát nagyjából ennyit szerettem volna elmondani. Még az utolsó képpel azt szeretném sugalni, hogy hát még csak az út elején járunk, és még bárhova eljuthatunk. Nagyon optimistán tekintünk a jövőbe.